estét kívánok, kedves nézőink! A Makói Városi Televízió keddesti híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Érkezzenek legfontosabb híreink röviden. Az idős korosztály képviselőire kiemelt figyelmet fordít a makói ENI. Fagy okozta károk a mezőgazdaságban. Földák költségvetése stabil. Adománygyűjtéssel, gyógyszerkiváltással, ebédkiszállítással, valamint mentális segítségnyújtással is a helyiek, kiváltképp az idős korosztály segítségére van a Makói Egyesített Népjóléti Intézmény. A koronavírus miatt hozott intézkedésekről Tótné Balázs Andrea intézményvezető számolt be Hír Extra című műsorunkban nemrégiben. A kialakult helyzet miatt az ENI Tinódi utcai székhelyintézményében élelmiszergyűjtés kezdődött a rászoruló családok és az időskorúak számára az elmúlt napokban. Érkezett hozzánk liszt, cukor, tej, tartós tej, olaj, rizstészta. Ezen kívül kaptunk egy nagyobb mennyiségű keksz adományt. Ez többféle kekszet jelent, valamint volt olyan felajánló is, aki nem tartós élelmiszert, hanem 10 csomag élelmiszercsomagot készített össze, amelyben fölvágott gyümölcs, kenyér volt. Ezt még aznapi folyamán eljutattuk 7 családnak, ezt a 10 csomagot. Ezen kívül civil kezdeményezések, felajánlások is történnek. Ugye mi vállaltuk be azt, hogy a 70 éven felülieknek beszerezzük az tartós élelmiszert, gyógyszert váltunk ki. Mint megtudtuk, egyre nagyobb igény mutatkozik az ebéd biztosítására, kiszállítására. A növekvő tendencia miatt civilek jelentkezését várják a feladatok elvégzéséhez, illetve a lakosok a képernyőn látható elérhetőségeken jelezhetik kéréseiket, felmerülő problémáikat. Tótné Balázs Andrea intézményvezető arról is szót ejtett, hogy az éjjeli menedékhely és a nappali melegedő üzemelnek, azonban mindkét épületben látogatási tilalom van érvényben. Ami azt jelenti, hogy vannak ugye a hajléktalanjainknak is rokonaik itt Makón, és ők szokták őket látogatni, ők most ezt nem tehetik meg. Kijárási tilalmat nem tudtunk még nekik, és nem is szeretnénk, mert azért a boltba ők is elmennek, orvoshoz elmennek. Ami rendeletben kijött, hogy szociális szakosított intézményben felvételi zárlatot rendeltek el, ez esetünkben az időskorúak átmeneti gondozóházára érvényes, viszont az éjjeli menedékhelyre nem, tehát oda ugyanúgy fel tudunk venni kívülről érkezőt. Ugye ide tüdőszűrő eredményre van szükségünk, ebben partner a tüdőgondozó. Azt is megtudtuk, hogy még március első felében 2 idős klubjuk is bezárásra került a járvány miatt. A tagokkal az intézmény munkatársai napi szinten tartják a kapcsolatot, érdeklődnek felőlük, biztosítják őket támogatásukról. A visszatérő hideg frontok, hőmérséklet visszaesések kihatnak a gyümölcsösökre, szántóföldi növények fejlődésére. Jelenleg már a talaj előkészítésén dolgoznak a gazdák, hiszen az ő munkájukat nem befolyásolja a koronavírus. A korai tavasz után egy erős hidegfront érkezett, így az elmúlt napokban visszatértek a hajnali fagyok. Sok helyen mértek mínusz 4-6 fokot is a reggeli órákban. Napközben sem melegedett az idő 11-13 fok fölé. Hogy mit hoz mindez a gyümölcsfáinknak, kertészeti és szántóföldi növényeinknek, arról Sipos József növényorvos számolt be televíziónknak. A hercéken találtam, ami már intenzíven megindult, szárba kezdett indulni, itt láttam egy pici fagyhatást, picit a főhajtások meggörbültek, és utána próbálják most regenerálni magukat. A gabonáknak a levél végeinél tapasztaltam visszafagyást, vagy igazából egy fagyhatást, különösen ott érzékenyebbek, ahol már intenzívebben megtörtént a tápanyag utánpótlás, mert ez maga után hozza, hogy a szövetállományok fellazulnak, és a növényben a meccskeringés, maga az élet tevékenysége intenzíven megindul. A gyümölcskultúrákban ott már jelentősebb problémák alakultak ki, különösen a korán virágzó gyümölcsfák esetében, itt kiemelem a korai őszi barackokat és a korai kajszi barackot, amelyeknél bizony elég komoly 70-80, sőt valahol 100%-os fagykár is kialakult. Hozzátette,
A szántóföldi növényeket nem viselte meg annyira a fagy. Sipos gazda azt is kiemelte, hogy a virágzás idején érkezett jelentős lehűlés és a vele járó hajnali fagyok hatására a fákon lévő termőrügyek és virágok nagyon könnyen károsodhatnak, elfagyhatnak. Ennek kiemelt következménye lehet a teljes vagy részleges termés kiesés, de egyenlőre úgy tűnik, hogy nagy károk nem keletkeztek, de ha későbbiekben tartós fagyok alakulnak ki, akkor az befolyásolhatja a terméshozamot. A jelenleg kialakult koronavírusból eredő rendkívüli helyzet az agrárium életét nem befolyásolja. A mezőgazdasági munkálatok már megindultak. A műtrágyák szórása, a kukorica napraporba alá, a magány előkészítések munkáit látjuk a határokban, ha kitekintünk. Elindultak a repcéknek ugye az intenzív növényvédelmi munkái, sokan már ezt be is fejezték az első lépéseket, és amire nagyon készülnek a kollégák, az pedig a gabonáknak a gyomírtási munkái, illetve az első gombalőszeres kezelése kiutatása, hozzá kapcsolva rovarőszeres védekezéssel, mert a elmúlt tél, ami igazából 1901 óta a harmadik legmelegebb terünk volt, a rovar kártevőkre ugye kedvező hatással bírt. A növényorvos arra hívta fel a figyelmet, hogy a mezőgazdasági munkálatok során a megfelelő higiéni szabályok betartásával dolgozzanak a gazdák. Mivel Makó kimondott a mezőgazdasági város, így már az elmúlt hetekben is érzékelhető volt a fő- és mellékutakon a megnövekedett mezőgazdasági gépek forgalma, ezért a gépjárművezetőknek érdemes fokozott figyelemmel és türelemmel közlekedniük. Földák község 479 millió 54 ezer forintból gazdálkodhat a 2020-as esztendőben. Hajnal Gábor hangsúlyozta, továbbra is fent tudják tartani intézményeiket, és képesek biztosítani az eddigi megszokott szolgáltatásokat. A polgármester stábunknak a tervezett beruházásokról is beszámolt. Földák község önkormányzatának képviselőtestülete a magyar jogszabályoknak megfelelően időben, tehát március 15-e előtt elfogadta a 2020-as évre vonatkozó költségvetését. Hajnal Gábor polgármester úgy fogalmazott, különösebb viták nélkül egy konszolidált tervezetet alkottak meg. A község erre az esztendőre 479 millió 54 ezer forint bevétellel és ugyanennyi kiadással számol. Minden olyan szolgáltatást, minden olyan intézményt fent fogunk tartani, amit eddig is. Az önként vállalt feladataink közül ugye a fizioterápia, amit finanszírozást nem kapunk, azt is továbbra tudjuk, továbbiakban tudjuk működtetni ugyanúgy a közösség érdekében, illetőleg a civil társadalmi szervezetek, egyesületek támogatását is azt mondom, hogy egyelőre csorbítatlan módon tudjuk támogatni, ugyanúgy a futball egyesületünket is. A polgármester televíziónkat a tervezett beruházásokról is tájékoztatta. A közös önkormányzati hivatalnak a felújítására nyertünk 30 millió forintot, ez folyamatban van, itt a már a kivitelezőnek a kiválasztása fog megtörténni a 25-i testületülésen, illetőleg van még egy út aszfaltozásra a Magyar Modern Falvak programjában nyertünk 23 millió forintot, ennek ugyanebben a stádiumban van. A helyi iskola mellé tervezett sportcsarnok építését kiemelt állami beruházásként a Magyar Nemzeti Sportközpont és az ilyen projektekre létrehozott beruházási ügynökség végzi. A közbeszerzés lezajlott, a szerződés kötés előtt állnak a kivitelezővel. Hajnal Gábor azonban elmondta, nincs információjuk arról, hogy a veszélyhelyzetre való tekintettel ebben az ügyben milyen változások lépnek majd életbe. Az eredeti tervek szerint április-május környékén adnák át a munkaterületet. Emellett a Magyar Falu program minden lehetőségét igyekez kihasználni. Itt többek között orvosi eszközökre és orvosi rendelő felújítására is lehet pályázni, de egy járdaépítésre vonatkozó kiírást is fognak tárgyalni a következő testületi ülésen. Többek között a forgatós táncegyüttes tagjai is csatlakoztak a Legényeshez otthon elnevezésű kihíváshoz. A videóban további két személyt kellett megnevezniük, akik szintén felvették táncukat és megosztották közösségi oldalukon. Bár nincsenek már próbái a csapatnak, azonban a technikának köszönhetően tudják egymással tartani a kapcsolatot, és különböző feladatokat is kapnak a fiatalok, hogy az eddig megszerzett tudásukat szinten tartsák. A Magyar Nemzeti Táncegyüttes új kihívást indított útjára a néptáncosok körében, ebben a nehéz helyzetben. Arra buzdítanak mindenkit, hogy aki megteheti, az táncoljon kalotaszegi Legényest otthon. A kezdeményezést Sánta Gergő harangozó díjas táncművész kezdte el.
Pár nap alatt a világ számos pontjáról csatlakoztak a felhívásra, többek között a makkói forgatós táncegyüttes tagja is. Nagy öröm számomra, hogy a fiatalabb táncosaim is, és jó magam is megmutatkoztam ebbe a lehetőségbe. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó lehetőség mindannyiunk számára, hogy láthatjuk egymást, hogy ki milyen szinten van, korához képes, ki hány éves, ugye, attól függetlenül, hogy hogyan táncolja azt a néhány legényes pontot. Erre is nagyszerű dolog, meg arra is, hogy már régi barátokat, régen találkoztunk olyan táncos kollégákkal, akkor itt most láthatjuk, hogy még ő is ugyanúgy lendületesen dolgozik, jó szinten dolgozik, jó szinten próbálja ő is tartani a csapatait. A táncos kihívás mellett a csoportvezetők igyekeznek ebben a rendkívüli helyzetben is a gyerekekkel tartani a kapcsolatot az interneten keresztül, hiszen március 16-a óta nincsenek próbák, emelte ki dr. Bagaméri Andrea videózenetben. Négy csoport közel 110 táncosában természetesen nagyon felelősségteljesen próbáljuk azt a fajta néptáncos, néprajzi munkát vinni tovább, ami eddig is meghatározta az együttesünknek az életét, a munkásságát. Gyermekeinkkel megpróbáljuk két naponta, három naponta játékos, ügyességi gyakorlatokkal, különböző néprajzi feladatokkal, kvízkérdésekkel, puzzle-játékokkal és nagyon sok ötletes dologgal arra sarkalni őket, hogy az iskolai tanulmányaik mellett szánjanak időt, hogy a táncegyüttesben eddig elsajátított tudást szinten tudják tartani. Dr. László is felesége reméli, hogy ezt a nehéz helyzetet leküzdve mi hamarabb el tudják majd kezdeni a próbákat és a fellépéseket, azonban ehhez az kell, hogy aki csak tud, az maradjon otthon. A Lenhardt család közel 150 éve hódol a szíjgyártó mesterségnek. A szakma iránti elkötelezettségüket mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy újabb nagy tudást igénylő felkéréssel fordultak hozzájuk, valamint egy általuk készített magyaros szimbólumokkal díszített lovaglókantár egészen Kínáig utazhatott a közelmúltban. Bőrdíszművesség, ostor, nyereg és sallangkészítő. Mindezen szakterületeket magában foglalja a szíjgyártás. Erre az összetett mesterségre már az ókorban nagy szükség volt. Szakmai szemmel nézve aranykorát igazán a 18. század végén és az 1900-as évek elején élte. Tudtuk meg idősebb Lenhardt Bélától, aki mindig nagy szeretettel mesél az élethivatásának választott foglalkozásról. Legutóbbi látogatásunk alkalmával a műhely kincseit is megmutatta nekünk. Egy gyakori a szíjgyártó szakmában egy ár, amelyik szintén, ez a nagyapámé volt, aztán vannak itt ilyen szélezők, ez fából van, buxusbokornak a gyökere, ez a fa, ovál lyukasztók, amelyik szintén különlegesség. Ez a lószerszámok különböző szerelvényezéseinél szükséges szerszámok, ez például egy ilyen öltésjelző, ez is egy ilyen rendkívül régi. Ezeknek van némi kisugárzása kétségkívül, akkor ugye elgondolkozik az ember rajta, hogy hát igen, ezek még az elődeimnek a használatában voltak. Felmenői hitvallását, miszerint a vevő nem csak egy bejegyzés a pénztárkönyvben, hűen követi ifjabb Lenhardt Béla is. Édesapjával egyetemben úgy tartja, a tudásnak és a léleknek egységben kell mozognia, így születnek az igazi mestermunkák, melyekből nem volt hiány az elmúlt 147 évben. Mint ahogy arról már korábban beszámoltunk, a Trónok harca című sorozatban is feltűntek munkáik. Volt itt egy hölgy, aki Kínában dolgozik, kínai filmforgatásokon foglalkozik a lovakkal és magukkal a lovasokkal, tehát maga a lótartásra tanítják az ottani embereket, és ő vásárolt tőlünk egy kimagasló minőségű, teljesen magyaros szimbólumokkal ellátott lovaglókantát, és azt oda vitte ajándékba, és elárulta nekünk, hogy ugye mivel filmforgatás közelében van még, akár magában a kínai filmben is esetleg szerepelhet. Az elkövetkezendő időszak is tartogat szakmai kihívásokat. A Lenhardt család egy hercegi barokk fogadszerszám elkészítésére kapott megbízást. Mint mondták, a név kötelez, minden erejükkel arra törekszenek, hogy elődjeik örökségét fenntartsák, valamint innovatív gondolatokkal akár újabb hagyományt teremtsenek.
Most pedig érkezzenek a legfontosabbak, még egyszer röviden. Az idős korosztály képviselőire kiemelt figyelmet fordít a makói ENI. Fagy okozta károk a mezőgazdaságban. Földák költségvetése stabil. Kedves nézőink, ne feledjék, ha lemaradtak a híradóról, anyagainkat megtekinthetik a VTV Makói YouTube csatornáján, vagy látogassanak el Facebookos közösségi oldalunkra, illetve weboldalunkra, a www.makotv.hu-ra, ahol megtalálják és visszanézhetik híreinket. Híradónk után megmutatjuk a holnapi időjárást, ezután Hírextra című hírháttérmagazinunkkal várjuk Önöket, majd portrébeszélgetést láthatnak Petrás Mária, Magyar Örökség díjas népdalénekessel. Az este folyamán láthatják Marosmenti kincseink című magazinunkat is. Kedves nézőink, ez volt a keddesti híradó, legközelebb holnap jelentkezünk ismét friss hírekkel, tartsanak velünk akkor is, addig is vigyázzanak nagyon magukra és egymásra, viszontlátásra!